Itt az alapításról szólunk. 2011. 22-én alakultunk. Ez azt jelenti, hogy másfél éve. Úgymond akár magunkkal, akár mások általi elvárásokat, tehát ehhez lehet igazítani, mi nem 4 éves szervezet vagyunk, nem 5 éves szervezet vagyunk, hanem tavaly előtt most már, de novemberben alakultunk. 21-en alapítottuk a szervezetet, már oda jutottunk, hogy a regisztrált kölcsönszerződések száma 1999 darab, csatlakozott tagok száma 1653, ez e-maileket jelent, Facebook nyílt fórumunk 1072, Facebook jelenlevők száma 396 és 256 fő rendes tagunk van. Jó. Igen, jó. Létszámváltozásunk így néz ki. Regisztráljuk a csatlakozott tagokat. Bíróságilag bejegyzett szervezet vagyunk. Tisztségviselőink. Kapcsolat a szervezettel. Lényeg. A szervezet azért jött létre, hogy azok a devizaadósok, akik úgy gondolják, a kölcsönszerződések megtámadásával tehessék meg az utat ebből a csapdából kifele. Most indulnak a perek, márciusban 2 közérdekű és 1 pertársági per lesz. További keresetek várakoznak, tehát az elmúlt 1 év eredménye, további keresetek várakoznak befogadásra és perre. Mi gyakorlatilag nem elméleteket csinálunk, nem professzorok, jogászprofesszorok vagyunk, nem közgazdászprofesszorok vagyunk, akik az adott témáról elméletileg tárgyalnak, hanem azok a pragmatikus, praktikus emberek, akik úgy gondolják, hogy a konkrét lépés az, ha bent a kereset. És mindent megtesznek annak érdekében, hogy a pernyertesség megtörténhessen, és ebből a helyzetből kilépjünk. Tehát amikor a kérdés a közönség soraiból úgy hangzik el, hogy mi az út, akkor ez az út. Ez. Erről meg vagyunk győződve, a hivatalos weboldalunkon el lehet olvasni dolgokat. Sokan összekevernek bennünk, hogy is mondjam, próbálják szétosztani címkéket rakni szervezetekre, tévedésre esik. Az, hogy mi pertársaságokat szervezünk, az nem azt jelenti, hogy az egyéni pert nem tartjuk helyesnek. Én személy szerint például, ha itt lenne a mellény zsebemben most 1 millió forint, szabad felhasználása nálam, akkor egyénileg elrendezném a peremet, fogadnék egy jó ügyvédet, és mennék, nem várnék arra, hogy egy társasházba legyek. A dolognak a lényege ugyanis a következő. Lehet, hogy sokan felherződnek a példán. Amikor valaki két ember összeházasodik, a házasságot csak bíró bontatja fel. Így van? Egyébként nem érvényes a felbontás a házasságnak. Évente Magyarországon 27 ezer vállóper van. Ha valaki utána számol az adatoknak, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 8 ezer pertársasági perrel ez a téma megoldható. Vagy 50 közérdekű keresettel megoldható. Az, hogy most minek mi az esélye, az gyakorlatilag a magyar jogrendből, és úgymond a magyar politikára, magyar törvényhozásra, magyar jogrendre nyomás gyakorló globális erőktől is függ. Itt van a szerződés regisztrátunk, itt látjuk, hogy melyik bankokból hány szerződésre regisztráltak, mondjuk az OTP 496 szerződéssel, OTP-től 496 szerződésre geltek be. Itt látható az autós, regisztrációnk ott a Mercantil van 94-jel. Banki csoportjaink, ez mindez a weboldalunknak a tartalma, tehát ha valaki velünk kíván tartani, a weboldalon megtalálja az adott banki csoportokat, és megtalálja hozzá a csoportvezetőket, akiknek a segítségével a banki csoportokba be tud jutni. Ugyanígy mennek tovább a banki csoportjaink. A teendők pontról pontra meg van határozva, hogyha valaki csatlakozik hozzánk, mi a teendője ahhoz, hogy bent legyen a keresete. Fórumaink
A kommunikáció alapvetően a Facebookon zajlik, mert ugye nincs székházunk, nincs országos hálózatunk, irodahálózatunk, nincsenek olyan, hogy is mondjam, helyiségek. Ezért, amikor fizikálisan kell találkozni, akkor termeket bérünk, és egyébként a kommunikáció Facebookon zajlik. Fórumainkat működjük, minősítjük a fórumainkat, háromféle van, a nyílt, a zárt és a szekret, azaz a titkos. A társasági fórumaink és a banki csoportfőn mind titkosak. Tehát oda nem lehet beolvasni, belépni. A fórumaink itt vannak felsorolva, 66 darab fórumot működtetünk. Ebből, akik ismerik, egyet ismerhetnek alapvetően a nagy nyílt fórumunkat. A többi, a munka nem most zajlik, a munka a csoportfórumokban zajlik. Köszöntöm a figyelmet. Szabó József vagyok, a Hiteles Mozgalomnak az egyik megalakítója. A mozgalmunknak az alapítói azok mind rendelkeznek olyan hitellel, mint amivel ti is rendelkeztek. Az alapítók tagok már mind perlik a bankjukat, és az aktivistáinak a túlnyomó része is a bankoknak a perlésével már beadta a keresetét. Honlapunk az a hitelesmozgalom.eodal.hu. Annyit kell mi rólunk tudni, hogy leginkább fogyasztóvédelemmel, illetve a politikusoknak próbáltuk felhívni a figyelmét a problémára. Nem is szeretnék erre most többet mondani, inkább utalnék a mai nap elhangzottakra. Lehet, hogy még nem tudjuk a leplet lerántani, mint ahogy elhangzott, de azért próbáljunk meg bekukucskálni a lepel mögé. A bankok folyamatosan megkívánnak bennünket téveszteni, folyamatosan be akarnak bennünket csapni. Amikor a perek elindultak, az első kérdés az volt a bankok részéről, mit akar az adós, aláírta a szerződést. Utána a szerződésekre nem vonatkozik a PTK. Kérik a bíróságot, hogy a PTK-nak a jogszabályait ne vegyék figyelembe. A következő szempont volt, a bíróság nem jogosult eljárni, mert ott van a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. Kérik a pernek a felfüggesztését, mert ez kizárólag PSAF ügy. A következő elhangzott banki vélekedés. A PSAF minden szerződést ellenőrzött, észlelte volna, ha hibáznak a bankok, már réges-régen bírságolt volna. Előszeretettel mossák össze a devizahitelt és a deviza elszámolású forint kölcsönöket. Ezt teszik azért, mert akkor tetszőlegesen tudnak bármilyen költséget felszámolni. A bankoknak az álláspontja az, hogy nem probléma az, hogyha egy szerződési pont nem érthető, elég, hogyha az jogszerű. Hallottuk azt is, hogy jobban járt az ügyfél így is, mintha forint hitelt vett volna fel. Ez is egy nagyon durva csúsztatás, mert amikor a hitelt felvettük, nagyon sokan tudtuk, hogy forint hitelt nem veszünk fel, mert nem tudjuk azt visszafizetni. Senki sem olyan hülye, hogy berakja a zaciba az ingatlanát, miközben tudja azt, hogy amit fizetni kell törlesztés, nem tudja kifizetni. Tehát nem az volt a lehetőség, hogy én forint hitelt választok, vagy deviza elszámolású forint hitelt választok, hanem az volt a külön választás, hogy megveszem az ingatlant deviza elszámolású forint kölcsönnel, vagy nem veszem meg. Felújítom a lakásomat, vagy nem újítom fel. Tehát ez teljes mértékben szintén csúsztatás. Csúsztatás a hitel és a kölcsönnek az összemosása. Csúsztatás az átváltás és az átszámításnak az összemosása. Nyilvánvalóan átváltásnál lehet vételi és eladási árfolyam, átszámításnál pedig nem lehet eladási és vételi árfolyam. A jogerős pereket és a kúriai vagy egyéb állásfoglalásokat szisztematikusan a tárgyalásokon a bankoknak az ügyvédei elferdítik. Teljesen másképpen mondják el, mint ami valójában van, és megpróbálják a bíróságot félrevezetni. Ugye hallottuk, hogy minden deviza alapú hitel mögött valóban deviza áll, amit át kell váltani. Ismerjük ezzel kapcsolatban a bírósági jogerős ítéletet, ismerjük ezzel kapcsolatban a PSAF-nek az állásfoglalását, de még mindig a mai napig ezt szajkozzák. A bankszektor hibázott, ezt elismerték a Fogyasztóvédelmi Bizottságnak az egyik ülésén, és a bankszövetségnek a jelenlévő képviselője azt mondta, hogy a terheket közösen kell viselni az államnak, mert neki is van felelőssége, a bankrendszernek és az adósoknak.
Erről hivatalos parlamenti jegyzőkönyv áll rendelkezésünkre. Állandóan halljuk, hogy ügyfelek tájékoztatva lettek a kockázatokról. Állandóan halljuk, hogy az árfolyam változás nem megbecsülhető. Összekeverték az árfolyam változást az árfolyam réssel. Szándékosan vezetik félre a bíróságokat. Több olyan ismerősünk van, aki azért veszette el első fokon a perét, mert a banki ügyvéd szándékosan félrevezette a bíróságot, és azt mondta, hogy az árfolyam rést a bank nem tudja előre megjósolni. Nem beszélve az erőfölénnyel való visszaélésre. Amiket problémákat most mi megélünk a saját bőrünkön, ezeket a problémákat már 2005-ben, 2006-ban kormány bizottság vizsgálta. Feltárták a problémákat, és két megoldást gondolkodtak. Egyik, hogy jogszabályilag rendezik a vitás helyzeteket, a másik pedig, hogy megkérik a bankokat, hogy tartsanak önmérsékletet, önszabályozást. Mit gondoltok, mit választottak? A másodikat. Mikor hozták meg a törvényeket? 2010-ben és utána. Most már nem lehet olyan, hogy a bank saját maga határozza meg a kamatot szabadon, kötelező a referencia kamathoz kötni a hiteleket. Nem lehet a kezelésük, nem lehet kamaton kívül más havonta rendszeresen jelentkező költséget felszámolni, tehát kihúzták a kezelési költséget. Tudni kell azt is, hogy az állam döntött a lakosság eladósításáról, viszont nem hoztak fogyasztóvédelmi jogszabályokat, és nem szabályozták a bankok tevékenységét. Nem hoztam mostan kivetíteni valót, azt kell tudni, pillanat, mindjárt előveszem a segítségemet, hogy 1990-ben a GDP-hez mérten a lakosság eladósodottsága 20% volt. Tehát a GDP 20%-ának volt megfelelő a lakosságnak az adóssága. Ez 1990-re lement 4%-ra. 1990-ben, és bocsánat, 2000-ben, elnézést, nem láttam, 2000-ben a magyar lakosság nem volt eladósodva. Akkor hozott a politika egy olyan döntést, hogy a gazdaságot úgy kell felpörgetni, hogy a lakosságnak hitelt vegyen fel, lakásépítésre, erre, arra, amarra, hogy a gazdaság pörögjön. Amikor a csúcson voltunk röpke 9 év alatt, a lakosság adósodottsága 40%, a GDP 40%-a, és az államnak az óriási felelőssége, hogy az ehhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi szabályokat nem tette meg. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete nem jogosult ellenőrizni a szerződések szövegét, nem jogosult ellenőrizni az általános szerzési feltételeket, nem jogosult emelni a kamatemeléseket, nem jogosult ellenőrizni a THM számításokat. Amikor megszületett a per, a Kásler per, írtunk a PSAF-nek egy levelet, kértük, hogy az összes bankra tekintettel végezzenek egy vizsgálatot, azt mondták, hogy őket nem érdekli a bíróság, ők nem bíróság alapján dolgoznak, hanem jogszabályok alapján. A mai napig olyan PBT-s döntések vannak, amelyek a másodfokú jogerős ítélettel ellentétesen állítják, hogy a árfolyamrés az nem költség, állítják azt, hogy minden devizaelszámlási forintkölcsön mögött deviza áll. Gyakorlatilag jelenleg úgy állunk, hogy van egy bírói kar, kimondott egy jogerős ítéletet, és van a PSAF alá tartozó PBT, amely azzal ellentétesen hoz döntéseket. Egy csúsztatás, amit ki volt mutatva az, hogy hogyan van a késések, azt megnéztük mi is korábban. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a forint hitelek esetén így változik az, hogy mennyi 90 napon túli késés van, a devizahitel esetén pedig így nő fel. Tehát az, hogy arra hivatkoznak, hogy ez nem is olyan rossz termék, mert a lakosság azért van bajban, mert gazdasági válság van, az nem igaz. Mert a forint hiteleseknél nem változik a maradásban lévők, itt viszont változik. Hogy miért hibás az a termék? Azért hibás, mert a gazdasági válság okát háromszor fizetjük meg. Egyszer romlott a forint árfolyama, és többet fizetünk. Kettő, a bankok a válságra hivatkozva fölemelték a kamatokat, véleményem szerint egy oknak nem lehet két következménye. A harmadik pedig, hogy mivel az
adósságunk devizában van nyilvántartva, az ingatlanunkat nem tudjuk eladni, és nem tudunk kimenekülni a hitelből, vagy a kölcsönből. A másik gondolatom, teljesen kiment a köztudatból, hogy pár évvel egy főügyészség indított egy pert devizahittel ügyben, megnyerte egy takarészvevőket ellen, és elkerült az ügy a kúriához, majd visszakerült a illetékes bírósághoz, és a főügyészség nyert. Olyan szerződési pontokat kell kikenni a szerződésből, amelyek szinte mindannyiunk szerződésében benne vannak. Az az érdekes helyzet állt elő, hogy az ügyészség indította egy pert, megnyerte, és mint aki jól végezte a dolgát, nem csinál semmit. Eszébe se jutott az ügyészségnek, hogy a többi szerződésre is elindítsa ugyanazokat a pereket, amit megnyert, sőt, ott tartunk, hogy akárki, akármilyen keresettel, indítvánnyal megkereste az ügyészséget, a legfőbb ügyészséget, vagy bármelyik ügyészséget, az összes indítványt mind elkaszálták. Kezdeményeztük a Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottságánál többek között azt is, hogy mivel az államnak komoly felelőssége van abban, hogy nem hozta meg a szükséges fogyasztóvédelmi és a bankokat szabályozott törvényeket, tegyék lehetővé, hogy a deviza adósok, most nevezzük így, perköltségmentesen tudjanak indítani pereket a bankok ellen. Erről törvény előterjesztés született, sajnos a kormánypárti képviselők ezt leszavazták. El sem jutott a parlamentnek a plenáris ülésébe, már bizottsági ülésen ezt elkaszálták. És mit tettek, ami korábban elhangzott? Nehezebbé tették a pereskedést, mert felemelték a költséget. Mi azt kértük érintettek, hogy vállaljon felelősséget az állam. Ne tegye lehetetlenné az, hogy a kifosztott lakosság az pereljen. Ennek ellenében nem, ezt nem hallgatták meg, hanem ellentétesen egészen rossz, nehezebbé tették. Köszönöm, lenne még mondani van, de időm kevesebb. Szabó József, Hiteles Mozgalom, köszönjük. Én meghallottam, és abszolút az elsők között van egy ilyen terv, hogy segíteni kell az embereket, hogy védekezzenek. Abszolút egyetértek. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Barabás Zsula vagyok, és öröm azok között, az emberek között lenni, akiket Európában példátlan módon megmentettek, mert itt legalább tudjuk, ismerjük egymást, és pontosan biztosak vagyunk abban, hogy kik vagyunk. A Hitelszövetség alapvetően tanácsadással, perenkívül és perbeli szakmai tájékoztatással, tanácsadással foglalkozik, de én azt gondolom, hogy kevésbé a Hitelszövetség a fontos, sokkal fontosabb az, hogy nagyon szomorú, hogy 4 évvel az úgynevezett gazdasági válság után még mindig itt ülünk, itt nézzük egymást, és mi ülünk azonok a székeken, ahol egyébként azoknak kellene ülni, akik ezt az egészet előidézik és fenntartják, és leplezik ezt az egész csalást, ami itt végre megtörtént. Vámos úr lehetne a moderátor, mellette helyet foglalhatna dr. Szász Károly, és a kormánynak a bármely tagja, és természetesen szükség lenne még Szabó József úrra is, aki grafikonon meg is tudná mutatni a hibákat, hogy hol vétettek. Elhangzott a Fehér Pólos úr részéről, hogy ugye keveset foglalkozunk végrehajtással, és végrehajtási eljárásokkal, és általában keveset foglalkozunk más ugyanilyen jellegű hitelekkel, gépjármű hitel, leasing, személyi kölcsön, ami ugyanerre az egész szabályozatlan termék csoportra épült. Tisztelettel megjegyzem, hogy Magyarországon a kifosztás az törvényes. Tehát ma, akit kifosztanak, végrehajtanak, megaláznak, azt törvényesen teszik, úgy viszont nagyon. Minden egyes esetben, amikor esetleg a végrehajtónak a módszerét, magatartását firtatjuk, ez helyes. Az, hogy ő mi alapján és milyen felhatalmazással jár el, az már mondjuk kevésbé. Az egyik ilyen árverési kísérletem mondjuk a végrehajtó bejelentette, hogy nem járul hozzá a kép- és hangfelvétel rögzítéséhez. Ugyanezt az egyik kollégája is megtette. Míg az előző az árverési eljárásban, a kollégája pedig a tárgyalóteremben.
mind elsőrendű vádlott. Tehát ezek az emberek egyébként két tárgyalás között lazán végrehajtanak. Tehát hogy létezik az, hogy törvényes felhatalmazás és kinevezés mellett ezek az emberek, akik egyébként már 1000 évet börtönben kellene, hogy üljenek, még mindig végrehajtanak. Ehhez én nem várok el a biztos úrtól ebben az eljárásban semmit, tehát hogy mit lehetne tenni, hiszen ez nyílt titok. Vannak kormányrendeletek, vannak különböző törvények. Az egyik hölgy annyit említett, hogy hol vannak a többiek, látják őket. Van egy Excel tábla, mindenki benne van, és pontosan látják azt is, hogy hányan fogynak ebből a táblából. És én nem tudom elképzelni azt, hogy ezt büntetlenül bárki a későbbiekben meg tudja úszni. Nem szoktam lázítani, nem szoktam börtönnel fenyegetni, de ennek a helyzetnek a fenntartása, ez igenis egy kormányzati feladat. Lehet beszélgetni a bankszövetséggel, lehet bármelyik bankkal. Jelen pillanatban az állam a pénzintézeteket egy nagyon egyszerű politikával adóbeszedésre használja. Pontosan meg tudja számolni, hogy hányan vannak, mennyit kellett kifizetni, mi meg ott vagyunk szépen is majd a tranzakciós adók áthárításával, ezekkel az árfolyamrésekkel, és a jó Isten tudja még mi mivel, majd szépen hozzájárulunk ahhoz a költségvetéshez. Hát álmodozhatunk, hogy a bankszövetséggel meg tudunk állapodni, de ott sok nulláról van szó, itt pedig sok emberről van szó, és erre én azt gondolom, hogy egy felelős kormánynak fel kellene figyelni, nem most, korábban, régebb óta. Beszélgettek itt swapról, devizáról, meg én ezeket nem keresem, ez nem érdekes. Ez egy alkalmatlan pénzügyi termék. Alkalmatlan önmagában akkor, hogyha ezeket a kockázatokat az ég adta egy világon senki nem tudja megbecsülni, önmagában egy darab hitel is előidézheti a túlzott mértékű eladósodottságot, felmondásra kerül a szerződés. Az emberek azon gondolkodnak, hogy fizessen, vagy enni adjanak a gyereküknek. Nem gondolkodnak egyébként nagyon helyesen, a gyerekeknek kell enni adni, és nem pedig ezt a hitelt fizetni. És mindemellett ott a legnagyobb probléma, hogy a harmadik fázis az, amikor a kényszerértékesítés megtörténik. Az, hogy milyen áron, milyen vagyonvesztés történik, hát ez egy dolog. De az, hogy utána még fennáll, csak egy nyilvántartásból több millió forint, és ezeket a végrehajtó kutyákat kergetik tisztességes dolgozó embereknek a nyakára, ez pedig elfogadhatatlan. Nyilvántartás ide, nyilvántartás oda. Azt is hozzá kell tenni, hogy ha a pénzintézet megtehetné azt, hogy különböző adó befizetése mellett elengedheti ezeket a tartozásokat, akkor esetleg talán az adósoknál is sokkal egyszerűbb lehetnének azok a megoldások, amivel ki lehetne lábalni például a forint, vagy akár a devizanyilvántartott hitelekből, de elsétálni csak akkor lehet, ha ezt a terméket jogilag és szakmailag megvizsgálták. Majd utána lehet arról beszélgetni, hogy ki milyen tartozással rendelkezzen. Én azt hiszem, hogy abban az esetben, és most ne firtassuk a hitelfelvevőt, hiszen ott is meg lehetnek bizonyos fajta felelősségek, de ott, ahol egy pénzintézet mindig arra hivatkozik, hogy a betétesek pénzét tartja fontosnak, 95%-át egy ingatlannak odaadja egy minimálbére egy nem követhető és kiszámíthatatlan devizában történt, nyilvántartott hitelben, akkor mégis miben reménykedett? Akkor hol vannak a betétesek, akik megkérdezik ezek után, hogy hol a pénzünk? Tehát ez már nagyon sok esetben nem a hiteleseknek a beszéde lenne, hanem a másik oldal a betéteseké. Nulla kockázati súllyal kell kihozni különböző rendeletek alapján ezeket a hiteleket, másodlagos fedezetként pedig a jelzálog szerepel. Nem elsődleges szempont. Végezetül én azt gondolom, hogy biztos úr személyével kapcsolatosan azért az utóbbi hetekben, vagy kinevezése óta azért fellángoltak bizonyos fajta viták, esetleg talán személyeskedések, vagy más vélt és valós sérelmek. Én azt gondolom, és ezt a biztos úrral telefonon közöltem, hogy én mindenféleképpen tudom támogatni azt a feladatát, ami a jövőre vonatkozóan, és az ő jelenlegi jogosítványából adódóan a pénzügyi kultúra fejlesztése, támogatása és azok az ügyfél kapcsolatok, azok a oktatások, azok valahogy valamilyen formában beépüljenek, megvalósuljanak. Egy problémám van,
nevezetesen, hogy nem lehet olyan tanfolyamot és oktatást tartani, amire a sumákságra fel lehet készíteni valakit. Éppen ezért nagyon szívesen szeretnék órákat adni, hogyha itt lesz majd erre lehetőség. És tisztelettel köszöntöm még egyszer, és köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen a figyelmet. Kódik Timát kérném egy pillanatra a színpadra, mert a Makos Albertnek, akivel ugye együtt dolgozunk már egy éve, van egy remek webinárium az interneten, és a tíme szerintem erről egy-két dolgot mond, hogy ez hogy elérhető, és mit kell tudni róla. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, sok ismerős arccal és névvel találkoztam már itt ma délután. Annyit szeretnék elmondani, ahogy Gyuri elmondta már, ugye Makkos Albert és jó magam tartunk egy webináriumot. Eddig heti rendszerességgel tartottuk, most ezek az alkalmak vélhetően ritkulni fognak. Ezeken a webináriumokon, webinárium ugye azt jelenti, hogy az interneten keresztül mindenki otthon kényelmesen felkapcsolódik erre a bizonyos központra, és ott az előadónak az előadását megnézheti, meghallgathatja, illetve írásban kérdéseket is lehet föltenni. A korábbi előadásaink fent vannak a Albert honlapján, ennek a címe www.devizahitelmegoldás.com. Igen, egybe, tehát devizahitelmegoldás.com. Fönt vannak a korábbi előadások. Általában két órásak ezek a felvételek, illetve szét van törve kettőbe. Az első órában Albert szokott közgazdasági szempontból előadásokat tartani, a második órában pedig egy ügyvéd úr, dr. Várhelyi Tamás szokott a kérdésekre válaszolni, illetve adott esetben egy témavázat alapján elmondani a legalapvetőbb kérdésekre a válaszokat. E-mailben, illetve a Facebookon szoktam meghirdetni mindig az aktuális dátumot, illetve a honlapon is közzétesszük majd a jövőben, tehát nagyjából egy hónap múlva lesz a következő adás. És mindig hétfő este, 7 órakor kezdődik, mert addigra már azért az emberek többsége hazaér a munkahelyéről. És még két kommunikációs csatornánk van. Az egyik a Facebookon a deviza hiteled van kezedben, a megoldás. Ez a csoportnak a címe, ahova mindenkit szeretettel várunk. Egyébként elmondhatom itt, azt hiszem, hogy az összes civil szervezetnek van a Facebookon saját csoportja, illetve saját honlapja is, ahol meg lehet őket találni. A másik pedig egy levelező lista, főleg gmaileseknek nyitott ez a lista, bár mindenki csatlakozhat, csak a csatlakozás a gmailesek számára automatikus. Föl kell menni a groups.google.com oldalra, és ott a devizahitel szóra rákeresni, és ott lehet csatlakozni ehhez a levelező listához. Ez egy civil levelező lista, tehát egy moderált lista egyébként. Aki a témához kapcsolódóan ír, az vélhetően a sorstársaktól választ is fog kapni. Úgyhogy ennyit, köszönöm szépen. A levelező csoport az groups, tehát groups. google.com, és ott a csoportokra rá kell keresni, és devizahitel a csoport neve. Jó, ez egy levelező lista. Köszönöm.